Állami és önkormányzati felhasználók e-mail címei és jelszava is kikerültek az internetre, miután pár napja hacker támadás érte a Gmail-es és telekomos ügyfelek fiókját. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet is vizsgálódni kezdett az ügyben. Igazgatójuk híradónknak azt mondta, ez már a harmadik olyan eset volt, amikor egy viszonylag nagyobb adatbázis került ki az internetre, ezért tenniük kellett valamit. Az volt a legfőbb problémája, hogy nem működött maga a szolgáltatás, tehát nem tudott e-mailt fogadni és küldeni. Marci édesapja ügyvéd. Két napja hívta fel a fiát, hogy segítsen, mert nem tud belépni az e-mail fiókjába. Akkor még nem tudták, hogy hacker támadásról van szó. A helyreállítás egy napig tartott. Az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület több tagjának is szerezték meg így adatait. Azért különösen veszélyes, mert a hackerek akár ügyvédi titkokhoz is hozzáférhetnek, vagy hozzáférhettek. A belső levelezésre gondolok, és egyébként meg valószínűleg valamilyen banki hozzáférés, vagy akár valamilyen internetes vásárlási felülethez is kapcsolódni akartak. Fontos tudni, hogy nem közvetlenül az e-mail fiókokat törték fel, hanem azokat a rendszereket, ahol a felhasználók regisztráltak. Ezt már az IT-biztonsági szakembertől tudjuk. Szerinte ez azért veszélyes, mert sokan mindenhol ugyanazt a jelszót használják. Nagyon sokat segít a felhasználónak, hogyha mindenhol más jelszót használ, ez gyakran egy jelszókezelő segítségével érdemes megvalósítani, és a jelszókezelőhöz úgynevezett kétfaktoros azonosítást kapcsol be, tehát meg kell adnia egy jelszót mondjuk, és a mobiltelefonján lévő üzenetet kell neki megválaszolnia, vagy ott egy számsort kell bepötyögnie. Az ügy vizsgálatánál a Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra jutott, hogy nem kifejezetten az ügyvédek voltak a támadás célpontjai. Több mint 6000 címet és jelszót tett közzé valaki, ezek között pedig vannak állami és önkormányzathoz köthető felhasználók is. Az intézet igazgatója híradónak elmondta, az elmúlt másfél hónapban ez már a harmadik olyan eset, amikor egy nagyobb adatbázis kikerül az internetre, ezért sürgető volt, hogy tegyenek valamit. Felhasználóknak az edukációját ezen a téren, tehát az IT-biztonsági tudatosítását, ezt emelni kell, ezért létrehoztunk egy itbiztonság.govcer.hu elnevezésű weboldalt, ahol kifejezetten a felhasználóknak szóló ötletekkel, biztonsági tippekkel szeretnénk felhívni a figyelmet. Egyrészt a veszélyekre, másrészt fel arra, hogy ezeket a veszélyeket hogyan tudják elkerülni. Abban az esetben, ha a jelszavakat egy szolgáltató adatbázisából szerezték meg, akkor az eset bűncselekménynek minősül, és függően az okozott kár nagyságától 2-8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki érte. Ha az illető büntetlen előéletű, akkor pedig próbaidő vagy felfüggesztett szabadságvesztés jár.